Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Jelentős fejlesztés a Várfürdőben. Egy keddi bejáráson mutatták be a beruházás részleteit. Spanyol táncosok a színpadon. Flamenco show-t láthatott a közönség a művelődési központban. Ősbemutatóra készülnek. Kovács Vandát is láthatják a nézők a Garázs Magbetben. Szenior úszók versenyeztek. Több mint 400-an neveztek a hétvégi megmérettetésre. Megújul a Gyulai Várfürdő főépülete. A felújítás során a téli pihenő, valamint az egykori reumatológiai szakrendelő épülete átalakul, integrálódik a fürdőbe. Egy olyan épület együttes jön létre, amely mind szolgáltatási színvonalát, mind pedig kapacitását tekintve kielégíti a vendégek igényeit. Ez a nap híre. Megújul a Gyulai Várfürdő főépülete, jelentették be a kedd délelőtti helyszíni sajtótájékoztatón. Kun Miklós igazgató kiemelte, 2019-ben támogatói okiratot írt alá a Várfürdő és a Kisfaludi 2030 turisztikai fejlesztő non-profit ZRT. Ennek érdekében 3,2 milliárd forintos projekt finanszírozására kaptak ígéretet 90%-os támogatási intenzitás mellett. A projekt több ütemből áll. Az első részben megvalósult a gyermekvízi paradicsom teljes rekonstrukciója, melyet tavaly nyáron adtak át. A második ütem pedig a főépület átalakítása. A főépület átalakítás értelmében mind a jelenlegi téli pihenőnk, mind pedig az egykori reumatológiai szakrendelés osztálya átalakul, integrálódik a fürdőbe, és egy olyan épület együttes jön létre, ami mind szolgáltatási színvonalát, mind pedig kapacitásait tekintve ki fogja tudni elégíteni a vendégeink igényeit. Kovács József országgyűlési képviselő kiemelte, ez a beruházás fontos állomása a Várfürdő életében. Mi gyulaiak itt ebből élünk. Nem mondhatjuk, hogy nem csak ebből, de ebből nagyon komolyan, mert aki ide látogat, elsősorban ennek az épületnek a kedvéért teszi meg. De miután történelmi fürdőváros is vagyunk, ha netántán az időjárás nem fogadja a kegyébe az itt ide látogatókat, akkor nagyon sokféle egyéb programot tudnak realizálni. Görgényi Ernő hangsúlyozta, most olyan munka van folyamatban, melynek eredménye egy olyan szolgáltatásfejlesztés lesz, amely nagy mértékben növeli majd a vendégek komfortérzetét és a Várfürdő vonzerejét. A polgármester emlékeztetett, lassan egy évtizede annak, hogy 2013. december 18-án átadták a létesítmény fedett családi élményfürdőjét, az Akvapalotát, melynek megnyitása fordulópont volt a gyulai turizmus rendszerváltás utáni történetében. Elindultak egy új koncepció mentén, a 4 évszakos destinációvá válás útján. Aminek az eredménye az kell legyen, hogy Gyulán ne csak a főszezonban legyen magas a látogatottság, hanem a főszezonon kívüli időszakokban is. Hiszen Gyulán több ezer ember számára biztosít megélhetést a turizmus, ezért az ő érdekükben is nagyon fontos, hogy egész évben legyen olyan szinten a látogatottság, a vendégforgalom, amely a megélhetést, az emberek megélhetését biztosítja. A Gyulai Várfürdő szolgáltatás és kapacitás bővítése tovább erősíti a jövőben a város szezonon kívüli kínálatát. Azokat a vendégeket vonza majd Gyulára, akik a minőségi szolgáltatásokat keresik. A főépületet érintő munka során egy 180 négyzetméteres új pihenőteret alakítanak ki, a Lovarda felől az Akvapalota irányába. Az egykori reumatológiai szakrendelőben dolgozói öltözőket alakítanak ki, új gazdasági bejárattal, raktárakkal és mosodával. Áthelyezzük a gyógymasszást, modern recepciót, várót, letisztult betegútvonalakat alakítunk ki, 14 masszás fülkében tudjuk majd ellátni a gyógyulókat, ahol az akadálymentes közlekedést, használatot is biztosítjuk. Kialakítunk ezen túlmenően egy a mai kornak megfelelő 80 négyzetméteres, üvegfallal leválasztott, egy időben akár 6 vendég fogadására is alkalmas, egyedi belső építészeti megoldásokkal tarkított Relax Beauty masszázsszalont, amely páros masszázs igénybevételére is alkalmas lesz.
A közel 939 millió forintos beruházás részeként koedukált vendégöltözőt hoznak létre 370 szekrénnyel, valamint új mosdóblokkokkal. A főépület átépítése 10 hónapig tart. A megújult és kibővített épületrész várhatóan 2024 áprilisában várja a vendégeket. A fejlesztés a főépület átépítésével nem ér véget. Azt tervezik, hogy a jelenlegi pályázattal lehetőségük lesz még egy beruházásra. A lovarda felújítására szeretnének benyújtani egy koncepciót. Ennek a fejlesztési tervei jelenleg készülnek. Spanyol táncosok léptek fel a Gyulai Várszínház nyári évadának részeként a művelődési központban. A flamenco előadás cselekményének középpontjában egy olyan férfi állt, aki életének különböző konfliktusait tapasztalja meg. Flamenco show-t láthatott a gyulai közönség a művelődési házban. A Gyulai Várszínház a 10. színházi olimpia részeként fogadta a Luxuria című show-t. A produkció főtáncosa, David Guitérrez azt mondta, ez az előadás olyan, mint maga a tánc, amely tele van érzésekkel. El flamenco es nuestro arte natural, tradicional de nuestro país, de España. A flamenco számunkra egy erős érzés. Egy szenvedélyes művészet. A boldogságtól kezdve a szomorúságon át be tud mutatni érzéseket. Ezzel nagyon sok ember tud azonosulni. Ez az, amit át szeretnénk adni minden előadásunkkal a nézőknek. Így együtt tudjuk megélni ezeket az érzéseket. A Barcelona Flamenco Balett előadása a Szombathelyet és Kisvárdát követően érkezett a fürdővárosba. A táncosok és a stáb a turné során városról városra utaznak, de a főbb látnivalókat így is sikerült megtekinteni Gyulán. A gyulai várat körbesétáltuk és a tavat is megtekintettük. Lenyűgözött minket a látvány, biztosan visszatérünk még a városba és az országba egyaránt. Beleszerettünk Magyarországba. Szerencsések vagyunk, hogy itt léphet fel a csapat. Az előadás cselekményének középpontjában egy férfi áll, aki életének különböző konfliktusait tapasztalja meg. A férfi sikeres művész, és ellenállhatatlanul vonzó a hölgyek számára. Azonban, amikor élete nagy szerelmével találkozik, ráébred, hogy semmi nem olyan egyszerű, amilyennek látszik. Ősbemutatóra készül a Gyulai Várszínház. Kovács Vanda és Sipos Imre közreműködésével csütörtök este mutatják be az angol abszurd humorra építő Garázs Macbethet. Különleges helyzet állt elő a Gyulai Várszínház életében. A teátrum nyári évadának megnyitóját hagyományosan a Körösvölgyi Sokadalom kezdetével egy időben tartják, erre idén június 30-án pénteken kerül sor. Csütörtökön viszont már az évad egyik kiemelkedőnek ígérkező előadásán vehet részt a publikum. A hétfő délelőtt a Rondellánál megtartott sajtótájékoztatón Elek Tibor igazgató erre hívta fel a figyelmet. Több évtizedes hagyomány már, hogy a Körösvölgyi Sokadalommal együtt tartjuk a megnyitó ünnepséget, viszont az előadásaink kicsit előrébb kerültek, és az első bemutatónk is, ugye a megnyitó előtti este fogjuk tartani, 29-én csütörtökön 20:30-kor a Várszínpadon John Christopher Wood Garázs Macbeth című darabjának az ős bemutatóját. És ez az ős bemutató egy igazi műhely munka eredményeként jön létre. Elek Tibor elmondta, szerettek volna egy olyan előadást színre vinni, melyet Kovács Vandára szabhatnak. Először monodrámában gondolkodtak, de ezt az ötletet végül Árkosi Árpád rendezővel elvetették, és a Garázs Macbethre esett a választásuk. Kovács Vanda azt mondta, régi vágya volt, hogy Lady Macbeth karakterébe bújjon. Most ebben valamilyen módon meg is valósul, és én ezt több helyen nyilatkoztam már évek óta, hogy én nagyon szerettem volna Lady Macbeth szerepével találkozni a pályám során. Hát itt sikerült, egy picit másfajta formában nyilván, mint hogyha a teljes eredeti Shakespeare darabot játszanánk, de,
de tele fantáziával. Úgyhogy ami először megszólított, az ez volt, aztán amikor elolvastam a darabot, akkor azt mondtam, hogy ez isteni. Az abszurd humorra építő előadásban Kovács Vanda partnere Sipos Imre lesz, aki rögtön három érvet sorolt fel amellett, ami miatt, bár idő szűkében voltak, mégis elvállalta a szerepet. Kovács Vanda és Árkosi Árpád személye mellett a helyi kötődése is jelentős szerepet játszott abban, hogy igent mondott. Gyulán nagyon szeretek lenni, nekem a feleségem Békés Csabai, nagyon sokat vagyunk Szanazukban, szóval kötődöm a helyhez, és pont azon gondolkodtam, hogy most így a 60. évad kapcsán, hogy én szerintem 1998-ban játszottam itt először, még a Nemzeti Színházal a Balkáni Gerle előadás, de majd ezt megnézitek, hogy ez most 97 volt, vagy 98, vagy 99, nem emlékszem, de biztos, hogy az volt az első. Utána többször voltam a Nemzetivel, többek között az István a királlyal, és ugye később is ugye dolgoztam a Várszínházban, de nagyon sokszor jöttem csak nézőként, mert mikor itt nyaraltunk a családommal, a Szanazukban, akkor áttekertünk biciklivel, és esténként néztük a Gyulai Várszínház előadásait. Árkosi Árpád a Gyulai Várszínház visszatérő rendezője. A Garázs Magbettel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy ez a darab nagyon sok kockázatot rejt. Valójában egy szalonkomédia az eredeti műfaja, és az, hogy a várba ez megtörténhessen, ahhoz egyfajta bátorság és egy újító szellemi hozzáállás szükségeltetik, ami elvileg bennem megvan, és úgy látszik, hogy az alkotókban is, hogy nosza akkor nem egy kamara színházba, hiszen egy kétszemélyes művel igen nehéz egy ekkora nagy színpadot és egy ekkora nézőteret megmágiázni, és tulajdonképpen színházzal érvényes estévé tenni. A sajtótájékoztatón Elek Tibor igazgató azt mondta, hogy a Garázs Magbet ősbemutatója után további, nem gyulai előadásokat is terveznek az ország más színházaiban. Több mint 400-an neveztek a hétvégi szenior úszóversenyre. A Gyulai Várfürdő 50 méteres medencéjét gyors pályának tartják, de nem csak ezért jöttek ide a versenyzők. Az 50 méteres férfi pillangóúszás egyik selejtezőjében rajtolt el a mezőny egy része ezeken a péntek délutáni felvételeken. A Gyulai Várfürdőben immár 53. alkalommal megrendezett Regele Károly szenior úszóverseny népszerűséget töretlennek mondható. Az ország szinte minden részéből több mint 400 nevezés érkezett. A gyulai verseny az tulajdonképpen szabadtéri 50-es verseny, magyar bajnokság, ami hát abba különbözik a többitől, hogy általában a többieket az mind fedett pályán rendeli. A másik pedig, hogy itt mintaszerű a rendezés, hát hiszen hihetetlen gyakorlatuk van benne, nem mondom, hát több évtizedes, és itt mindenki szívesen jön, mindenki mindenkit ismer, mindenki figyel a másikra. Nem ajándék a kapjuk, hanem dolgozni kell azért, hogy megőrizzük. Ennek egyik eszköze a sport. A sport az egyik leghatékonyabb egészségmegőrző megoldás. A program megnyitóján Görgényi Ernő gyulai polgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy ez az ország egyik legrégebbi szenior úszóversenye, mely egyben a város meghatározó sporteseményének is mondható. A gyulai verseny népszerűségét növelik a medence és a fürdő adottságai, mondta Regele Piroska főszervező. Minden évben van, aki elér olyan, aztán a szenior debreceniek is mondták, meg talán a budapesti újbudások között is van, aki megpróbálja a világcsúcsot, és Gyulára mindig azt mondják, hogy ez gyors medence. Gondolom én a víznek a minősége, meg a mélység, meg minden, tehát ez egy ilyen magas rögtű számítás, és akkor mindig próbálkoznak Gyulán. Volt már jó pár virágcsúcs, meg nagyon jó eredmények. A mezőny nagy része számára a gyulai verseny fontos erőfelmérő volt az augusztusi fukuokai világbajnokság előtt. Sok látogatót vonzott Gyulán, a múzeumok éjszakája. Rövid hírek következnek. Amikor minden életre kell. A múzeumok éjszakáján Gyula öt pontján volt igaz a jelmondat.
a szombatesti programok kalandokat, érdekességeket, látnivalókat kínáltak az érdeklődőknek, mindez különleges hangulatban. A Gyulai Várban többek között gyors tappaló hóhérképzővel, boszorkányos fortélyokkal és fegyverbemutatóval várták a látogatókat. Figyelem, lövés! Az interaktív bemutatón a hideg és lőfegyverekkel ismerkedhettek meg a várlátogatók. Bajnóci Ervin az erőpróba részleteiről beszélt. Leginkább a történelem és a földrajz érdekli Krisztován Dávid Benettet, aki elmondta, nem először van a Gyulai Várban. A bájital készítés rejtelmeit leste el a Boldogkővár aljáról. Érkezett Galuska Krisztina, aki elmondta, a program és a helyszín is elvarázsolta. Az Almási Kastély programjai a trendekre épültek az idén. Az érdeklődők bekapcsolódhattak egy nemesi gyermekviselet bemutatóba, Tacskó Döncivel is megismerkedhettek és meghallgathatták a Stefánia Szány történetét is. Kocsis János arról beszélt, sok esetben még a gyulaiak előtt is ismeretlen a cserétszárként emlegetett épület. Az előadáshoz kapcsolódva a zöld fűszerek származásáról és az ehető virágokról szólt az este a Stefánia Szány látványkonyhájában. Beke Szilvia elmondta, a növények élettani hatásai épp úgy terítékre kerültek a programon, mint a kandírozás vagy éppen a tálalás. A Békés Vármegyei Levéltár előadásai az utazás témakörére épültek. Az érdeklődők a középkori utakról és a gyulai kisvasútról hallgathattak történeteket, de körbeutazhatták a Balatont is, és veszélyes mutatványosok világába is eljuthattak. Lányi Linner Marianna 1933-as naplója adta az előadás ötletét Bódán Zsoltnak, aki a 12 napos, 171 kilométeres utazásról beszélt. 50 évvel ezelőtt még mindenki ismerte a halálmotorosokat, mára már feledésben merültek a vakmerő mutatványosok. Balogh Dorottya a népszerű és veszélyes szórakoztatásról beszélt. Az érdeklődés az idén sem maradt el a múzeumok éjszakáján Gyulán, a helyiek mellett a turisták körében is népszerűek voltak a programok. Püspöki szentmisével kezdődött pénteken a Szeged Csanádi Egyházmegye Gál Ferenc Egyetemének központi tanévzáró és diploma átadó ünnepsége. A Domban megtartott eseményen Kis Rigó László püspök kiemelte, ha elköszönünk attól, ami az embernek szellemi fényt adna, akkor igen nagy sötétségben lennénk. Pál apostol egyik levelét idézte, melyben az olvasható, hogy Jézus nem azzal váltotta meg a világot, hogy a hatalom, a politika, a média eszközeivel valami óriásit, látványosat alkotott volna, hanem a kereszt botrányával, gyengeségével. Isten ereje az emberi gyengeségben nyilvánul meg. A szentmisét követően Dux Lászlóval Gál Ferenc Egyetem rektora kiemelte, a 2022-23-as tanévre 465 első éves hallgatót vettek fel, így a 172 oktató közel 1300 diákkal foglalkozott. Hagyománynak számít, hogy a Gál Ferenc Egyetem jogelődjén a Hittudományi Főiskolán diplomát szerzett, egykori diákokat is köszöntötték. 70, 65, 60 és 50 évvel ezelőtt a Domtéri épületben a Szegedi Hittudományi Főiskola és az Egyházmegye Közi Szeminárium teológus növendékei végeztek. Rubinok levelet vehetett át az 1953-ban diplomázó Gyulai Endre nyugalmazott püspök, aki beszédében kiemelte, a Gál Ferenc Egyetemen a tudomány és a hallgatók száma kibővült. Az intézmény nem csak kispapokat formál pappá, hanem a katolikus hitben való elmélyedésre, annak továbbodására ösztönöz. Az eseményen címzetes egyetemi tanári, docensi kinevezéseket is átadtak. Előbbi Toldis Édel Emil kardiológus főorvos, utóbbit pedig Rákóczi Attila, a Békés Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója vehette át. A Gál Ferenc Egyetem év dolgozója díjat Bálint Vince Zsanett hivatalvezető kapta. A program ezután a teológiai kar hitéleti szakjain, valamint a szegedi világi szakon végzettek diploma átadó ünnepségével folytatódott. Szántóné Urvancsok Nádja Magdolna a záróvizsgán nyújtott kiváló teljesítményéért, valamint az évfolyam tanulmányi rangsorában elért első helyezéséért rektori elismerésben részesült. A Gál Ferenc Egyetem központi ünnepségén összesen 40-en vehették át diplomájukat. Köveid, fekete magok, elleptek a legyek. Zsinagógád homloka, kitömött borjú homloka.
a 79 évvel ezelőtti holokauszt gyulai áldozataira emlékezők Csóri Sándor Emlékezés egy régi utcára című versét Csák Judit előadásában hallgathatták meg a gyulai izraelita temetőben. A vasárnapi megemlékezésen Markovics Zsolt főrabbi úgy fogalmazott, a keserű fájdalomból, a gyászból és az emlékezésből van kiút. Ez a kiút semmi más nem lehet, mint az egymás iránti béke, szeretet és tisztelet gondolatának és tetteinek továbbitele. A főrabbi elmondta, 79 éve tesszük fel az emlékezés kérdését évről évre. Felidézve a 79 évvel ezelőtti eseményeket, a programon résztvevők elhelyezték az emlékezés köveit. Iskolás gyermekek kapnak közlekedésbiztonsági csomagot. Lapszemle következik. Biztonságosan az iskolában. Minden a Békéscsabai választókerületben élő iskolába készülő leendő diák kap közlekedésbiztonsági csomagot, írt a közösségi oldalán Herceg Tamás országgyűlési képviselő. A csomag segítséget nyújt abban, hogy a gyerekek nagyobb biztonságban biciklizhessenek, megtanulva a szabályos közlekedés alapjait. Tanévzáró Bakson. A Jézus Szíve templomban tartotta Szent Misével egybekötött ünnepélyes tanévzáróját a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola. A szegedcsanád.hu azt írta, a Szent Misén Antal Imre plébános arra hívta fel a figyelmet, hogy éljük meg az élet apró örömeit. A Maroson erős, a Körösökön gyengébb volt a Tisza virágzás. A Fekete-Körösön június 15-én tapasztaltak egy jelentősebb Tisza virágzást, írta a Körösmaros Nemzeti Park weboldala. Később az áradások miatt a rajzás vontatottan haladt, a rovarok csak kisebb számban repültek. A varrás és a hímzés szeretetét népszerűsítették. Már 13 éve hagyománynak számít, hogy az orosházi foltvarrók a szabadban varnak a nyár egyik programjaként, közölte az Orosz Café. Idén különlegességgel is készültek az alkalomra, a közös alkotáson kívül ugyanis egy kiállítást is szerveztek. Szerdán élénk széllel hideg front érkezik fölénk. Csütörtökön újra több lesz a napsütés. Szerdán erős szél és sok felhő várható, de délután már kisüthet a nap. Éjszaka 16 fokot, a déli órákban 26 fokot mutatnak a hőmérők. Csütörtökön napos és felhős időszakok váltják majd egymást, a hőmérséklet pedig 14 és 27 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Jelentős fejlesztés a Várfürdőben. Egy keddi bejáráson mutatták be a beruházás részleteit. Spanyol táncosok a színpadon. Flamenco show-t láthatott a közönség a művelődési központban. Ősbemutatóra készülnek. Kovács Vandát is láthatják a nézők a Garázs Magbetben. Szenior úszók versenyeztek. Több mint 400-an neveztek a hétvégi megmérettetésre. A Gyula TV híradóját látták. Kövessék híreinket a közösségi oldalakon és a gyulatelevízió.hu-n. Köszönjük figyelmüket!